Üdvözöllek benneteket! Egy újabb előadót, egy újabb bemutatkozó szereplőjét fogom bemutatni a most már 14. szakmai napnak. Ugye tudjátok, szoktuk így intrózni egy kicsit, spoilerezni, és bemutatkoznak azok az előadók, akik a színpadon lesznek. Ez ugyanígy volt akkor is, amikor online, és amikor egyébként offline tehettük, mert most ismét találkoztunk személyesen. Egy újabb kerekasztal beszélgetés lesz, ami hát asztal nem lesz, de hogy egy nagyon érdekes, izgalmas témát járunk majd körbe, amihez úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon jó partner lesz az Ildikó, úgyhogy őt csábítottam el. Köszöntelek, szia, itt vagy, hallatszom? Igen, köszöntelek, Tamás, köszönöm szépen, köszönöm. És már 14. szakmai napot szervezitek, ez elképesztő. 2020 őszén kezdtük, az első kettő a személyesen volt, aztán jött a Covid, úgyhogy átálltunk online-ra, és hát most már 14. alkalommal. Úgyhogy azért van mögöttünk 20-25, sőt, talán a 30 különböző szereplő, az egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, a mentális egyensúly különböző területeiről, úgyhogy beszélgettünk már sok mindenről, és hát fönn is van a Vásárlóakadémia honlapján a lista, hogy kik voltak meg. Fönn is van az összes videó elérhető, ami online volt egyébként. Úgyhogy, akit érdekel, viszont most már az online térből ki tudunk menni, igaz? Nagyon örülünk, és azért is örülünk, mert jövő héten ugye Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz ugye a convention, és bár Rómában nem tudtunk eljutni, de hát minden út Rómába vezet, de lehet, hogy Budapestre. Helybe jött minden. Ez is egy teremtés. Na, két dolog miatt csaltalak el. Egyrészt előveszünk meg egy olyan témát, ami azt gondolom, hogy az egyik kulcseleme a vállalkozásunk sikerének, ez pedig a termékismeret mellett azoknak a korlátozó hiedelmeknek a lebontása, ami szerintem nagyon sokat már problémát jelent. Azok az örökölt és hibás minták, amelyek megálltanak abba, hogy érvényesüljünk, és hát ezt ilyen pufogtatunk, ilyen igaz közhelyeket, mint komfortzóna, szemléletváltás, mint új szokások elsajátítása, és hát nézve a YouTube csatornádat, nézve a Facebook oldaladat, hát ha valaki, akkor te rengeteget tudsz erről mesélni. Nem is tudom, hogy örülök, hogy nem rendeltél nálam névjegykártyát, mert nem gyártunk A5-ös névjegykártyát. Annyi mindent csinálsz, hogyha rá kéne tenni, hogy itt látom, hogy Crystal Body Akadémia alapítója, Access Consciousness minősített facilitátor, Access Bass Body és Facelift facilitátor, SOP lehetőségek szimfóniája kezelő, akusztikus testkezelő, bántalmazás oldás facilitátor, nőküzleti mentora, női körvezető oktató. Mesélj te, hogy jött neked az életed, mikor szakadtál el az legtöbbek által konvencionálisan tartott életmódtól, és kezdted el fejleszteni magad is, átadni a tudásodat másoknak. Hát köszönöm szépen, Tamás, így a bemutatás. Valóban nem is tudom meghatározni, hogy ki és mi vagyok, úgyhogy ezért nincs is névjegykártyám, mert egy jó hír, hogy bármi lehetünk, és bármit tehetünk, mert én a nagy tudatosságnak az úttörője vagyok tulajdonképpen, és abban vagyok hozzájárulás az emberek életéhez, és a saját magam életéhez is, hogy hogyan tudunk felfedezni minél több dolgot önmagunkból, és hogyan tudjuk kimaxolni a létezésnek az izgalmait, és a létezésnek a csodáit. Igazából az eredeti szakmám egyébként informatikus közgazdász vagyok, egy banki, ezt talán nem tudtad, banki szférából érkeztem, de valahogy már kicsi lánykorom óta volt egy szuper képességem, hogy nagyon-nagyon jól tudtam motiválni már a gyerekkoromban a barátaimat, a barátnőimet, és ez a motivációs képesség, ez ment tovább, így végigkísérte az egész életemet. És tulajdonképpen amikor turbóra kapcsoltam, az körülbelül 9 éve volt, egy ilyen családi, számomra egy családi tragédia, édesanyám elvesztése hozott egy ilyen turbó lendületet az életembe, amikor így totálisan elkezdtem még inkább kutatni, keresni, hogy kik vagyunk mi valójában, mi az, amiért jöttünk, mi van a láthatón túli világban, és mivel a szívügyem viszont az üzlet, a teremtés, és minden, ami emögött van, és hogy mitől sikeres valaki, és mitől kevésbé sikeres, ezért én ezt a területet is kifejlesztettem magamban, és nagyon-nagyon élvezem, és ma már nem tudom a kettőt külön választani, tehát tényleg az életem az üzletem. Szokták is mondani, hogy ha amit csinálsz, azt élvezed, soha nem fogsz többé dolgozni, mert hogy gyakorlatilag azat teremtesz. És igen, mennyire érzed előnynek, és egyben feladatnak azt a küldetést a wellness tanácsadói tevékenységét során, hogy kikapcsolod a wellness tanácsadókban az önbizalomhiányt, hogy megtaláld bennük a kapcsolót abban, hogy higgyenek a teremtés lehetőségében, mert senki nem fog tenni olyan, amit nem hiszel. Tehát először is
el kell hitetni vele, hogy, hogy van egy másfajta életstílus, mint hogy reggel föl kell és bemenni dolgozni olyan helyre, ahova se teste, se lelke nem kívánja, és lehet úgy áramoltatni a pénzt, hogy ő nincs jelen egy munkahelyen, ha megmondják, hogy mit csináljon. Ez olyan sokak világképébe nem fér bele, vagy annyira ismeretlen, annyira távol áll, hiszen a szülők is robotoltak, dolgoztak, és nem feltétlenül rossz szándékkal, féltésből korlátozták őt, amikor azt mondták, hogy keres egy biztos állást, mert stb. És ne kezdj el vállalkozni, mert a másiknak sem jött be, és féltik. Mekkora feladat és kívás, és mekkora része a te munkádnak, házatépítői, szponzori, mentori tevékenységnek az, hogy, hogy ezt a dolgot csinálod, ezt az oldalát erősíted. Hát egyáltalán nincs benne nehézség. Tehát számomra még csak a kihívást sem mondom, mert a kihívásban is van valami olyan energia, hogy valahogy tenni kell, vagy valamit kell tenni érte. Én mindig azt mondom, hogy ha pénzért teszel valamit a hosszú távon, nem valószínű, hogy fog működni, az örömért választ, az örömért tegyél bármit, és keresd mindenben az örömöt, és én erre hívok mindenkit. És nagyon érdekes, hogy hallgattalak most a kérdésedet megfogalmaztad, én szép nagy kerek mindenben próbálok minden részére válaszolni, hogy emlékszem arra a pontra az életemben, amikor esett az eső, és bennültem az autóba, várakoztam egy parkolóban, és néztem az embereket, hogy hogyan járnak, kelnek az úton. Ez egy reggeli időpont volt, ilyen 3-4-8 körüli időpont, vártam, hogy a bank kinyisson, és addig még ott ültem, és néztem, hogy egy ilyen robotikus állapotban fogták a táskájukat, és mint a robotok úgy mentek, és nem volt öröm az arcukon, nem volt az a juhú, megyek, és valami megváltam a világot, és teljesen örömteli és könnyed léptekkel tették volna meg az útjukat, hanem volt benne egy ilyen nehézség, és akkor, én akkor még bankos voltam, és mondtam, hogy na, ez az, amit én most már nem szeretnék, habár akkor is nagyon jó dolgom volt a banknál, tehát, hogy mindig teremtettem azokat a könnyed lehetőségeket, amiben jól éreztem magam, de ott valahol eldöntöttem azt, hogy na, én ezt így nem, ezt nem, és hogy mi lenne akkor, hogyha tudnám hívni az embereket arra, hogy tényleg van egy könnyed módja annak, hogy teremtsd az életed, és hogy ott vannak, hogy mondtad te is, hogy mit hittünk el, és hogy hinnünk kell a vágyainkban, és hogy a hiedelmeink, a szülői minták, és hogy az összes kivetítés az, ami meghatározza azt, hogy hogyan tudunk sikeresek lenni, vagy hogyan vagyunk sikertelenek adott esetben. És én mindig mondom, hogyha van egy vágya valakinek, hogy legyen például itt a doTERRA üzletében, például legyen Blue Diamond, vagy van valami hatalmas nagy vágy, akkor miért nem teszi azt? Hát mik azok a hiedelmei, ami e közé áll? Tehát, hogy itt vagy te, és itt van a célod, a terved, és egy csomó olyan távolinak érzed magadtól, olyan távoli ez az egész, és azt érdemes megnézni, próbálok így beleemelni, hogy ez a távolság milyen építő elemekből épül fel. És azokat az építő elemeket felfedezni. Például találkoztam itt olyannal, hogy könnyű neked, mert te ilyen fiatal vagy és lelkes. Na, most, hogyha ezt a hiedelmet például el tudjuk engedni, mert ott van a másik része is, amikor valaki azt mondja, hogy könnyű neked, mert tapasztalt vagy és idősebb. Tehát érted, mindenkinek van egy szűrője, egy nézőpontja, amit ha kicserélünk arra, hogy és mi van, hogyha mindezzel együtt te olyan sikeres tudsz lenni, mint bárki más, aki már elérte azt, vagy például könnyű neked, te előbb kezdted, te ott voltál az elején, és akkor jön a másik, hogy tök jó, hogy már a gyerekbetegségeken túl van a cég, kipróbált, már minden működik, tök jó, hogy ilyenkor kapcsolódsz. Tehát látod, hogy vannak ezek a nézőpontok, amik ellentétesek is akár, és hogy mindenki más szűrőjön keresztül megérkezik, hogy ezekre ránézünk, és ki tudjuk cserélni arra, hogy mi van, hogyha ez nem hiba? Mi van akkor, hogyha a korlátokat kicseréljük, vagy a korlátokat arra használjuk, hogy még magasabbra menjünk, és mászásra használjuk fel őket, vagy kicseréljük arra, hogy én a mai naptól elismerem, hogy vannak korlátozó nézőpontjaim, elismerem, hogy vannak akadályok az életemben, esetleg az üzletben, de a mai naptól én arra fogok fókuszálni, hogy mik a végtelen lehetőségeim, és én ezekkel az adottságaimmal, képességeimmel is hogy tudom túlteremteni mindent, ami eddig voltam, és minden nap többet kapni önmagadból. Tök jó, ezeket mondtad, és közben ültetem át a valódi, a napi rutinunkba, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen tök jó, hogy ők az elején ott voltak 2017-18-ban, amikor indult, de nekik azért kutya kemény volt, mert nem volt messze annyi promóciós anyag, annyi segítség, mint ami már most van. Nekik kellett elő menni egy bozótvágóval és kitaposni, elmagyarázni, hogy eszenciális olaj,
doTERRA, most nézzük meg, kimegyünk egy rendezvényre, mi is, kitelepülünk egy szponzorként egy futóversenyre, és jönnek oda, hogy nektek, figyelj, megszagolhatom, nekem még az nincsen meg, és hogy amikor beszélünk emberekkel, nagyon, már folyamán melegítve a téma, tudják, ismerik a doTERRA, nem feltétlenül vásárlók, nem feltétlenül a fiókjuk már, de már nem kell nulláról építkezni és elmagyarázni, hogy mi is van a kezünkben, és hogy tud segítségére lenni. Szóval lehet ez óriási előny, hogy mások kitaposták az utat, és most kezd valaki bele, amikor az emberek már sokkal nyitottabbak arra, befogadják a mindennapjaikba ezeket a termékeket. Így van, és rengeteg tapasztalat van, és magyar anyag. Ugye Magyarországon vagyunk, innen indul egyébként ki minden, de hogy Magyarországon magyar anyagokkal rendelkezni, és a ti munkátokért tényleg hatalmas hála és elismerés, amit ti a háttérben tartotok, és tényleg teremtetek. Tehát, hogy minden rendelkezésre áll, egyáltalán azt kell, hogy megismerd az internetet, tudd, hogy hogyan keres, és minden információ ott van. És ha valaki tényleg szeretne célokat elérni, önmagáért tegye, ne miattam, mert én vagyok a szponzor, ne miattad, ne bármi más miatt, hanem önmagad miatt, mert az, nézzünk rá mindannyian, hogy mennyire könnyű az másnak az életét megváltoztatni, ahelyett, hogy a te életedet változtatnád meg azáltal, hogy tényleg beleállsz, váltasz egy nézőpontot, és megcsinálod, és mindig azt mondom minden programomon, hogy hajlandó vagy-e totálisan elköteleződni az életed mellett. Hogy soha nem bántod magad azzal sem, ha sikertelen vagy, vagy ha valami nem úgy sikerül, mert minden nemből lehet még egy igen, és a nemekből rengeteget tanulunk. És mi van akkor, ha az üzleted építése nem is most kezdődik, hanem már a múltban, az összes kapcsolatoddal, mindent, amit tettél, vagy hozol magaddal, már ott elkezdődött az üzleted építése, és ezért mondom, hogy te magad vagy az üzlet. Tehát nem egy külön lévő energia, hanem te vagy, tehát innen indul ki minden, és a te nézőpontjaidból, a hiedelmeidből, a hitrendszereidből, ahogy te is említetted, és ha ezeket tudjuk cserélni, hát akkor valami csodálatos létezés. Akkor szárnyalunk. Igen. Ez jó rákötés arra a videóra, amit előkészítettem, mert hogy ma hajnalban is szkenneltem a telefonomat a szokásos ébredés környékén, és belefutottam egy videóba, ezt nem mutassam meg nektek, neked is. Itt van egy baromfi. Neki nem mondták, hogy ő ugyan szárnyas, de nem repülő madár. Ugye? És milyen érdekes, hogy hát van más szárnyas, ő igazából repül, hát akkor én is repülök. Hogy nem folytotta meg az a rengeteg, az a fajta gondolkodás volt, ami körbevett, hogy hát mi itt élünk a Földön nekünk. Lehet, hogy nem hallotta ezt, vagy sehet, hogy süket, és nem hallotta ezeket a korlátozásokat, és úgy gondolta, hogy akkor ő most repül. És hát szerintem ez kell nekünk is, mert túl sok ilyen negatív dolgot kapunk, és ha ezeket képesek vagyunk legyarulni, jaj, annyira jó, nézegettem a Facebook oldaladat a napokban, és nekem, aki weboldalakat is építek, tehát nem is vagyok informatikus, de azért közel áll hozzám a technika, és végre összeállt bennem a kép, hogy az Access Bars, amikor töredezettségmentesítjük az agyunkat, amikor formatálunk, amikor frissítést futtatunk le, szóval nekem jó hasonlat volt. Így van, ez egy szuper, szuper, imádom tanítani, és itt van a saját módszerem egyébként, ami az üzleti mentorálás, az üzletépítés könnyedén örömmel, hát, és mind az Access-nek az eszközeit bele tudom építeni, és ezt a rengeteg évnyi tapasztalatot, és tényleg úgy van, hogy oké, gyaluljuk le az agyunkat, mindent, ami eddig volt, azt, hogy engedjük el, kiüresedik minden belőlünk, és létre tudunk hozni valami újat. Egyébként ez a madaras videó, ez nagyon jó volt. Tudod, mi nyűgöz le engem mindig? A hattyúk. Tehát a hattyúnak van egy hatalmas nagy teste, és az amikor hallod a Balatonon is, én nagy Balaton őrült vagyok, és hallom még nem is látom a hattyúkat, de hallom a szárnynak a suhogását, és meglátom, és az a hatalmas testet fel tudja emelni, és utána vizen tud járni, ahogy landol, elképesztő. És hogy tényleg mi van, hogyha igen, vannak nehézségek, vannak, de nehézség az egészen addig van, csak amíg itt van a fejedben, amíg nem azt mondod, hogy oké, nehézségeim vannak, de mi kellene ahhoz, hogy ez könnyűvé tehessem. Kit és mit adhatok az életemhez, az üzletemhez, aki például azokat a kihívásokat megcsinálja helyettem, ami az én dolgom lenne. Például én azt mondom mindig mindenkinek így, most eszembe jutott így a madarakról, hogyha ha valami nehéz, vagy úgy érzed, hogy kiégtél az üzletedben, akkor, vagy nem, nincs már benne
ez a buli érzés, hogy igen, felkelek, és buli az egész életem, öröm, könnyedség, és elkezded már unni ezt az egészet. Ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnod. Ez azt jelenti, hogy valamire van itt most szükség, valami másra. És mindig azt szoktam mondani, hogy nézd rá, hogy most rendre vagy káoszra van szükséged. És hogyha az jön, hogy most túl nagy a rend, túl unalmas az életem, mindig a Balatonnal példálozok, mert imádom, amikor kimész minden nap a Balatonpartra, és ugyanazt a képet látod, és minden nap ugyanaz, szép-szép, de a tizedik napon már úgy valami másra is vágynál, és beledobsz egy marék követ, és megbojdul az egész, a hullámzás létrejön, sok-sok-sok-sok hullám létrejön, és megjelenik valami más, valami izgalom, valami úristen, ezt én hoztam létre, milyen gyönyörű, más lesz a levegő, a páratartalom, rád fröccsen valami, tehát a víz, és megmutatkozik valami más. Tehát amikor az életed unalmas, az nem azt jelenti, hogy add fel, vagy nem megy az üzleted, nincsenek regisztrációk, hanem az, hogy valami másra van itt szükség, valamit máshogy kell ránézni a dolgokra, valamit hozzá kell adni, hogy ez működjön. Aztán van olyan is, amikor el kell venni, amikor valamit el kell engedni, arra is érdemes ránézni, de tényleg, hogy minden belőlünk indul ki, hogy mi milyen kreativitást tudunk belevinni az életünkbe, az üzletünkbe, hogy totálisan jól érezzük magunkat. És itt függ össze egyébként, hogyha te rendben vagy lelkiekben, akkor rendben vagy az üzletedben, igaz? Tehát az életed az üzleted, ezért érdemes a tudatos vagy az élet üzletteremtést és az életteremtést így felépíteni magunkban. Az a szó jutott eszembe, hogy szenvedély, ami legtöbbek életéből és munkájából főleg hiányzik, hogy szó szerint feladatként, kívásként, munkaként fogják föl, és mennyire igaz az a szó, amikor azt mondjuk, hogy szabadságra megyek, akkor leszek szabad, mintha másik az nem az, az egy robot, egy munka. Hogyha egy Gandhi fogalmazott, hogy ha annyit keresel, ami a megérhetésed, ez elég, akkor rabszolga vagy, és hogy hát sok ember szabadítsunk fel, szerintem most a következő években kutyakemény időszak jön, látjuk nap mint nap az árakat a boltokban, és most szerintem különösen nagy feladatunk van adott arra azon küldetését is megvalósítani, hogy adósságmentes családok Magyarországon megadni az eszközt nekik, a tanítást is. Ez, ami nekem nagyon tetszik a dotárnában, a kompenzációs tervvel hatányozottan megvalósítja azt, amelyik a házat üzletben mindenhol jellemző kéne legyen, hogy nem tudok úgy sikeressé válni, hogy másokat ne tegyek azzá. És az, hogy hatással vagyunk más emberek életére, átírjuk emberek életének forgatókönyvét, ez egy olyan fajta siker, egy olyan fajta megerősítés, ami dopingként kéne, hogy hasson, hogy újra és újra csináljam, és habzsoljam, és még többen mennek, mutassam meg, és adja át az eszközöket. Igen, én ezt több minden eszembe jutott. Az egyik az, hogy képzeld el, annyira szeretem ezt, hogy mindenre éberek vagyunk. És képzeld, amikor készültem erre a beszélgetésre, most volt egy megbeszélésem pont a doTERRA üzletem építése kapcsán, reggel egy kávézóban, és ránézek az órámra, és mondom, most lesz velem egy riport, és pont a doTERRA kapcsán is ezt imádom, mert hogy mindig olyan emberek csatlakoznak a doTERRA-hoz, akik valamilyen szinten már tudatosak. Valamilyen szinten megérinti őket, ugyanis a doTERRA eszenciális olajok és küldetésének a rezgése az annyira magas, hogy ide nem is tudnak olyan emberek, akiknek még nincs az a rezgés, de mi hívjuk, bárkit hívunk, és mindenkit, hogy jöjjön. Ugye ebben az olajok nagyon-nagyon támogatnak. De mint energiára rátekintek, energiára és rezgéstartományra, nagyon-nagyon magas rezgése van a doTERRA-nak. Ami eszembe jutott, képzeld el, hogy vártam arra, hogy megkérdezett, hogy ezen a kerekasztal beszélgetésen lesz-e valami címe majd az én előadásomnak, és pont ez jutott eszembe, mert az egyik kedvenc olajam mostanában mindig változik, a passion, a szenvedély, és hogy szenvedély az üzletépítésben, mert én ezt tulajdonképpen ez vagyok én. Tehát, hogy szenvedélyt vinni mindenhova, az életbe, az üzletbe, és hogy ezt átadni, hogy hogyan tudod te is a saját magad életébe ezt, hogy reggel tényleg már úgy ébredj fel, hogy szerelmes vagy az életedbe. És tök mindegy, hogy mi jön. Teljesen mindegy, hogy mi jön. Én nem is hallgatok híreket, úgyhogy most ez is újdonság volt, amit te mondtál, fogalmam nincs, mi van. Nekem az a nézőpontom, hogy mi lenne akkor, hogyha mindennel együtt, és nem kizárva, tehát a létezés és a tudatosságban minden beletartozik, mindennel együtt, ami van, nekem mindig mindenem meg lenne, és független attól, hogy mik a körülmények.
És hogy ezekkel a kérdésekkel tök jól át tudod magad rezegtetni egy olyan, olyan tartományba, ahol már nincsen már a félelem, nincsenek a korlátok, hanem tényleg azt mondod, hogy oké, van korlát, oké, mennek fel a mit tudom én az árak, de mi van akkor, hogyha én ezt is túl vagyok képes teremteni? Mire van itt most szükség ahhoz, hogy én ezt totálisan meg tudjam élni örömben, könnyedséggel? Tehát, hogy tényleg, hogyha a mi világunkban azt erősítjük meg, hogy mindig minden rendben van, és hogy lehet jobb, és jobb, és jobb, és hogy mi az igazi vágyunk, amit szeretnénk megteremteni, és minél többen tesszük ezt, hogy egy nézőpontot váltunk, és minél többen azt mondjuk, hogy tök mindegy, hogy megy fel az ár, én azt is hajlandó vagyok túlteremteni, és a dotter az egyik eszközöm arra, hogy ezt megtegyem, és a világon a legjobb dolgot teszek ezzel, az egész világgal, hogyha ezt teszem, teremtem, építem, és tudom emelni az emberek rezgését, és a balansz a másik kedvencem, amit így a terápiák során, amikor jönnek hozzám, rengeteget alkalmazom. De sorolhatnám a több száz olaj és lehetőség, ami itt vannak előttem is, egyszerűen fantasztikus. És képzeld el, hogy egyszer mellettem maradt, van egy ilyen jó nagy olajtartom, és mellettem maradt az ágyban éjszaka, és olyan szinten beszéltek az olajok hozzám, és olyan szinten rezegtek, hogy nem tudtam aludni, és rájöttem, kérdeztem, feltettem a kérdést magam, hogy mi ez most, miért nem tudok én itt aludni, és ránéztem, és szinte ez a hatalmas rezgés, amit meg tudnak itt testesíteni, mint energiák, ezek nem hagytak engem, ugye rengetegféle olaj volt, és ez most egy érdekesség, hogy itt vannak mellettem, és ránéztem, és eszembe jutott. Szóval kaland az élet, és csinálunk belőle minél többen, és hogy ha minél többen tényleg ezt hiszük, és ezt teremtjük a gondolatainkban, a nézőpontjainkkal, hogy rendben van, hiszen itt van egy olyan láb, egy olyan lehetőség a dotára kapcsán, amivel teljesen mindegy, hogy zárlat van, teljesen mindegy, hogy mi van, itt van az internet, tudsz felkészülni például a te eszközeiddel, Tamás, iszonyú profin csinálod, rengeteg eszköz van, hogy fel tudj készülni mindenféle eshetőségre, és tud teremteni az életedet. Igen, mert is gondolom, hogy a siker 80%-a felkészülésen múlik, tehát azon, hogy tudom, hogy mit akarok, van egy tervem, mert ha nincs tervem, akkor megvalósítás is nehéz lesz, és főleg mérni a megvalósításnak az eredményét. És közben Marian írta, egy felszabadító érzés, amikor megérted, hogy nem veled van a baj, ha valami nem úgy megy, csak csináld máshogy. Igen, igen. Nagyon úgy kisázott a hideg. Ezben Zsuzsa írta még, hogy mert mindig minden rendben van, így változtathatod meg a világot pont, ahogy Ildikó is. Igen. Hát el kell mondjam, hogy nagyon ritkán látok ennyi embert élőben követni minket, mint ahogy most a veled való beszélgetésen, és hogy ennyi emoji is itt látom, jönnek a lájkok, a szívecskék, meg az ölelések. Úgyhogy hát az energiák azok nem csak az olajokból jönnek, hanem tőled is, úgyhogy nagyon izgatottan várom a 25-e, hát jövő hét utáni héten lesz, hogy egy héttel kísérjük a konvencsiont, úgyhogy reméljük, hogy jó energiákat kapunk onnan, és viszik. Hogy ne kapnánk, sőt, ott kapunk igazán, úgyhogy gyertek, aki még nem vett jegyet, gyertek, mert élőben részt venni egy ilyen hatalmas konferencián, amikor tényleg ott vannak az alapítók, ott vannak a sikeres emberek, és tudjátok, ránéztek a sikeres emberekre a színpadon, ott van, és tiszta libabőr vagyok most is, és elgondolkozol azon, hogy ő is olyan ember, mint te vagy, mint én vagyok, ugyanolyan, hogy vajon mi az, ami nem engedi, hogy te is ott állj már most? Hogy mi az, ami megkülönböztet, és rá fogsz jönni, hogy csak a nézőpontot, hogy valahol mélyen nem hiszed el, hogy képes vagy erre, mert ott vannak, na ezeket a nézőpontokat gyorsan tisztítsuk és engedjük el, mert mindannyian jöttünk egy bizonyos tudással, mindannyiunkban benne van ugyanaz, mint a másikban, csak az, hogy mik a hitrendszereid, nézőpontjaid, mi az, amit gondolsz magadról, ez az, amit, hogyha kicserélsz, akkor bármire képes vagy, és már most is bármire képesek vagytok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm az invitálást, a hívást, és hát nagyon várom ezt a kerekasztal beszélgetést, mert nagyon-nagyon izgalmas, amikor olyan emberekkel beszélgethetek én is, akik így értik a nyelvet, és hogy menjünk, csináljuk, és tök mindent, hogy mi van a világban, álljunk bele, és teremtsünk valami olyat, ami nem volt még soha. Várunk, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kívánok neked is további szép napot, és mindenkinek. És teremtést? Szenvedélyt? Szenvedélyt. Ma még több szenvedélyt az életünkben. Az majd hozzá többit. Oké. Így van. Sziasztok, szia Ildikó. Köszönöm szépen, sziasztok.